Sziasztok! Sokan írtátok, hogy a videóink segítenek nektek, ezt örömmel halljuk, viszont most mi kérnénk a ti segítségeteket. Légy iratkozzatok fel a csatornára, mert így a YouTube előrébb sorolja a videóinkat, és így még több emberhez eljuthatunk. Köszi! Na most, hogy feliratkoztatok, essünk is neki Petőfi az Apostol című művének. Az Apostol 20 részből áll, a mű cselekménye az elsőtől a 19. részig tart, a 20. rész pedig egy rövid, jövőbeli kitekintés. Az első részben este van, sötét, csak egy kicsi padlásszobában van világos. Nyomorúságos körülmények között laknak itt az emberek, penészesek a falak, nagy a szegénység. Egy ládán egy csecsemővel ül egy anya, a kicsi enne, de a nőnek nincs teje. A nagyobbik gyerek alszik, az apa pedig az ablaknál ül és gondolkodik. A második részben a nagyobbik gyerek felébred és enni kér. Az apa odaadja neki az utolsó darab száraz kenyeret, a gyerek befallja, majd elalszik. Az anya és a csecsemő is elalszanak, a férfi pedig a távolba néz. A harmadik részben a férfi lelke kiröppen a mindenség közepébe és találkozik Istennel. Azt mondja Istennek, hogy tudja, hogy ő kiválasztott, a világon a legnagyobb probléma az elnyomás és a rabszolgaság, ezért erőt kér, hogy segíthessen embertársainak. A lélek ezután visszatér a férfi testébe, és a férfi is elalszik. A negyedik részben az elbeszélő tesz fel kérdéseket a férfiról, honnan származhat, ki lehet ő, kik lehetnek a szülei. Ki a f*** vagy te? Csókolom, én Reggie vagyok. Mit akarsz itt? Az ötödik részben visszaugrunk az időben, és megismerjük a férfi történetét. Hideg téli este van, éjfél környékén jár az idő, megjelenik egy nő egy csecsemővel, berakja őt egy hintóba, majd eltűnik. Egy úr és egy hölgy száll be a hintóba, észreveszik a kisgyereket, de nem akarják megtartani, ezért odaadják a kocsisnak. A kocsis ezután kirakja a kisgyereket egy kocsma elé, ahol egy részeg átesik rajta. A részeg úgy dönt, hogy megtartja a kisgyereket, ezért hazaviszi és odaadja a szomszédasszonyának, hogy vigyázzon rá, mert ő a jövője záloga. Az a terve, hogy megtanítja majd a gyereket lopni, és hogyha ő már öreg lesz, akkor a gyerek fogja lopásból eltartani. A hatodik részben kiderül, hogy a csecsemő fiú, és mivel tegnap szilveszter napja volt, így lesz a fiú neve Szilveszter. Mit szól ahhoz, hogy a szilveszter péntek 13-ára esik? Hát ez egy nagyon szerencsés nap, péntek 13. Én nem vagyok babonás. A hetedik részben eltelik 4 év, a fiú már ügyesen lop gyümölcsöt, és pénzt a vakkoldus kalapjából. A tolvajt azonban elkapják és felakasztják, így kerül Szilveszter egy öregasszonyhoz, aki hagyja, hogy a kutyájával aludjon a konyhában. Másnap ez az öregasszony megtanítja Szilveszternek, hogyan kell koldulni. A 8. részben kiderül, hogy ez a banya éhezteti Szilvesztert, hiszen ha meghízik, a fiúnak nem adnak alamizsnát. Közben eltelik 2 év, Szilveszter legjobb barátja a kutya, aki jobban szereti őt, mint az öregasszonyt. Egy nap azonban jön egy úr, aki találkozik Szilveszterrel az utcán, és befogadja őt. A 9. részben az úr cselédei megfürdetik Szilvesztert, és normális ruhát adnak neki. Ezután Szilveszter az úr fiának a szolgálója lesz, ám a fiú rendszeresen testileg és lelkileg is bántalmazza őt. Szilveszter sokszor gondol arra, hogy elmegy a háztól, de egy dolog mégis ott tartja őt, a tanulás. Elég hamar kiderül, hogy sokkal okosabb, mint a gazdag gyerek, hallás után megtanul mindent. Eltelik 10 év, Szilveszter egy nap úgy dönt, hogy kiáll magáért, megmondja a srácnak, hogy nem hagyja, hogy többé megalázza őt, hiszen ő is ember, és elhagyja a házat. A tanító utána szalad, és egy évnyi fizetését odaadja Szilveszternek azért, hogy tovább tudjon tanulni. A 10. részben Szilveszter otthagyja a várost, kiér a természetbe, és itt érzi először igazán szabadnak magát. Ezután azonban észreveszi, hogy nem az ő sorsa a legrosszabb a világon, és ezért kezd el mások problémáival foglalkozni. A 11. részben van benne a mű legfontosabb gondolata, ezért következzen előtte egy kis reklám. Na szóval érted, az én életemben mindig ilyen nagyon fontos volt a tisztaság, a csillogás, a mosás, de nem úgy értem érted, hogy így a pénzmosás, hanem például így a kocsi mosás. De bevallom őszintén, hogy mióta feliratkoztam erre a Holnap Téma Záró YouTube csatornára, azóta valahogy minden ilyen sokkal tisztább lett. Ja. A 11. részben megfogadja a tanító tanácsát, tovább tanul, de a társai utálják őt, mert sokkal okosabb náluk,
ezért egyre magányosabb. Ezután jelenik meg a mű legfontosabb gondolata, a szőlőszem parabola, vagyis szőlőszem példázat. Figyeljetek, mert ez most tényleg fontos. Az a lényege, hogy a szőlőszem kicsi gyümölcs, mégis rengeteg napsugár kell ahhoz, hogy megérjen. A föld olyan, mint a szőlőszem, csak neki nem napsugarakra, hanem nagy lelkekre, nagy emberekre van szüksége ahhoz, hogy megérjen. Szilveszter rájön, hogy ő is egy ilyen sugár, egy nagy lélek, ezért nem a saját önös céljaival kell foglalkoznia, hanem jobb helyé kell tennie a világot. Vagyis tudatosan mártír szerepet választ, és innentől kezdve csak is a közjó érdekében fog cselekedni. A 12. részben eltelik jó pár év, és Szilveszter egy faluba megy jegyzőnek. Ott tanítgatja az egyszerű embereket arra, hogy milyen jogaik vannak, ám ez az ottani papnak és uraságnak nem tetszik, hiszen veszélyezteti a hatalmukat. Az uraság lánya azonban beleszeret Szilveszterbe. A 13. részben az uraság és a pap összefognak, hogy elkergessék Szilvesztert. Azt mondják az embereknek, hogy a pokorra fognak jutni, hogyha hallgatnak Szilveszterre, ezért az emberek lincs hangulatban hagyják el a templomot. Szilveszter rájön, hogy az uraknak az az érdeke, hogy vakon tartsák az embereket, hiszen uralkodni csak is a vakokon lehet. Amikor elhagyja a várost, a lánytól kap egy gyűrűt szerelme zálogául. Ez az az egy gyűrű. Sauron a sötét úr kovácsolta. Egy másik városban Szilveszter kivesz egy kis padlásszobát, ám hirtelen az ajtóban megjelenik a lány, aki utána jött, mert szereti őt. A 14. részben összeházasodnak, de nem pap előtt, hanem egymás előtt. Vagyis a jelenlegi jogi szabályozás értelmében élettársi kapcsolatba lépnek. Szilveszter ezután könyvet ír, de a cenzúra miatt nem adják ki. Megszületik a két kisgyerek, és időben visszaérünk az első részhez. A 15. részben másnap reggel van, és észreveszik, hogy a csecsemő éhen halt. Az egyetlen vagyontárgyukat, a gyűrűt eladják, amiből eltemetik a kisdedet. A 16. részben Szilveszter talál egy nyomdát, ahol mégis kiadják a könyvét. Lényegében az van benne, hogy a papok ördögök, és a királyok is csak emberek. A hatalomnak ez természetesen nem tetszik, ezért börtönbe vetik Szilvesztert úgy, hogy sem a feleségétől, sem a gyerekétől nem tud elköszönni. A 17. részben Szilveszter börtönben van, megjelenik előtte a felesége szelleme, ebből tudja, hogy a nő is meghalt. Megátkozza Istent, és azt mondja, hogy ő is ugyanolyan gonosz, mint az összes többi földi zsarnok. A 18. fejezetben eltelik 10 év, Szilveszter még mindig börtönben van, és azon gondolkodik, mi lehet a fiával. A börtön ablakára rászáll egy kismadár, Szilveszter ezt jó jelnek veszi, és igaza is lesz, mert kiengedik. A 19. fejezetben visszamegy a régi padlásszobához, de senki nem tudja a környéken, mi lett a fiával. Egyértelművé válik számára, hogy az embereket még inkább elnyomják, a nemzet még mélyebbre süllyedt, ezért úgy dönt, hogy megöli a királyt, rálő, de eltéveszti. Elkapják és lefejezik. A 20. részben egy új nemzedék születik, a hős nemzedék, akik szánakozva néznek vissza apáikra, a szolga nemzedékre. A mű végső gondolata az, hogy a változást akarni kell, csak így jöhet létre valami jobb. Ennyit a cselekményről, nézzünk egy kis elemzést. Az apostol műfaja elbeszélő költemény. Az elbeszélő költemény verses formában megírt epikus mű, ami az epika és a líra határán mozog. Epikus, mert elbeszélője van, és jelenetekre bontható. Ezen kívül lírai, mert a főszereplő gondolatai állnak a középpontban, és időmértékes verselésű. Emellett példázat, vagyis olyan tanulságos történet, ami valamilyen vallási, társadalmi vagy filozófiai igazságot fogalmaz meg. A műben egyedül Szilveszternek van neve, ez a név beszélőnév, a régi rossz, ó év, és az új jó, új év között helyezkedik el. Szilveszter jobb helyé akarja tenni a világot, azonban közemberként és magánemberként is megbukik. Közemberként azért bukik meg, mert a világ nem érti őt és nem követik a tanításait, magánemberként pedig azért, mert a családját teljesen elhanyagolja. Összegezve elmondhatjuk, hogy a mű szomorú hangvételű, azonban néhol ezt ellenpontozza a benne megjelenő irónia. Erre példa, amikor a falubeliek elüldözik Szilvesztert. Bőszülten hagyta el a nép a templomot, az Isten és a béke házát. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. De ami a legfontosabb, tanuljatok, mert holnap témazáró. Hajrá! Sziasztok! Az a terve, hogy megtanítja majd a csecsemőt lopni, és hogyha ő már túj...
és hogyha ő már túl öreg lesz, akkor a gyerek lop helyette. Másnap ez az öreg asszony megtanítja a az úrfiának a szolgálója lesz. Ezután azonban észreveszi, hogy nem az ő sorsa a legrosszabb, eltelik jó pár év, és Szilveszter egy kis faluba megy. Minek? Az uraság lánya azonban beleszelet. És lírai, mert a főszereplő lelki vívódása áll a középpontban, és...